Ugye bár a héten álltunk már, álltam itt e, sajtótájékoztatón, a nemzetközi szintű kardiológust rúgtak ki az állásából, és ennek kapcsán egy beteg meghalt. Az ügy szállai egészen a minisztériumig az emmi vezettek, egy államtitkár távozott is az emmiből. Amikor szóvá tettük az ügyet, Gulyás miniszter azt mondta, hogy egy belső vizsgálat tisztázta a minisztérium felelősségét. A héten bebizonyosodott, hogy Gulyás miniszter hazudott arról a vizsgálatról, amelyet a kardiológiai intézetből elbocsájtott szívsebész betegének halála ügyében folytattak le. Ezek után pedig kiderült, hogy mi történt. Bocsánatot kértek? Esetleg elmondta a teljes igazságot a vizsgálattal kapcsolatban Gulyás miniszter úr? Nem. Továbbfokozták a helyzetet. Nem annyi történt, hogy az emi engem megvádolt Hag, hazussággal, és kitettek egy közleményt, hogy fontolgatják, hogy jobb, jogi lépéseket fognak vele, velem szembe tenni. Én nem csak fontolgatom a jogi lépéseket, hanem meg is teszem az emmivel szemben, annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság, bár hozzáteszük, hogy mindenki tudja, hogy mi az igazság, csak maga az emmi nem akarja elismerni. Feljelentjük az emmit, mert közérdekű adatot titkolt el az igénylők az MSP országgyűlési, képviselői, országgyűlési képviselője elől. Bűncselekményt követtek el, mely a BTK szerint közérdekű adattal visszaélés, ugyanis a 220. paragrafus első pontja azt mondja, aki a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével, A pontja, közérdetű adatok az adatigénylő elől eltitkolja, illetve C, hamis vagy hamisított közérdetű adatot hozzáférhetővé vagy közzétesz, vétséget követel. Két évre büntetendő. De vegyük sorra, hogy mi történt. Még egyszer. Tavaly október 8-án kóros képviselőtársammal tettünk fel kérdéseket a parlamentben a székelyügyel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy hogyan fordulhatott elő, hogy kirúgnak -e egy orvost, majd a betege meghal. Gulyás miniszter a választában kifejtette, hogy az emmi az ügyben azonnali hatályú vizsgálatot rendelt el, amely vizsgálat már le is zárult, és amelyben megállapították, hogy székely kirúgása és a beteg halála között nincs nincs összefüggés, és minden rendben megy a kardiológiai intézetben. Majd kioktatott minket, hogy ezt mi, ne, mi, mi, hogy ezt mi tudhatnánk, ha elolvastuk volna a jelentést. Nem tudtuk elolvasni, mivel hogy nem adták rendelkezésünkre, nem bocsájtották. Ezt követően meg akartuk ismerni kóros képviselőtársammal a jelentést, és közérdetű ad, adatigénylést nyújtottunk be az emméhez, a kardiológiai intézethez, és az országos tiszti orvoshoz. Október 30-án az emmi azt közölte, hogy nem rendelkeznek ilyen jelentéssel. Értik? Miniszter úr elmondja, hogy megvan a jelentés október 8-án, majd az emmi október 30-án hivatalos levélben közli, hogy ilyen jelentés nem létezik. Végül december 8-án kaptunk egy tájékoztatást az országos tisztél amiben kiderül, és a héten erről tartottam sajtótájékoztatót, hogy hét pontban foglalták össze, hogy milyen súlyos hiányosság van, hiányosságok vannak a kardiológiai intézetben, és ezeket minél hamarabb rendezzék a kórházban. Ez bizonyította be, hogy Gulyás miniszter hazudott amikor október 8-án azt állította, hogy vizsgálat már lezárult és mindent rendben talált. Kiderült, hogy az utóbbi sem volt igaz. Kiadtak tegnap egy közleményt, majd egy linken a vizsgálati anyag elérhető. Én szeretném önöknek megmutatni, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ országos tiszti főorvosa hivatalos levélben a vizsgálati anyagot hogyan küldte el számomra december 8-án. Hivatalos levél fejlétszel, nevesítve, hogy melyik intézet folytatta le a vizsgálatot. Pontokban van szedve az a hét pont, amiről beszélünk, hogy a megállapítások dátummal aláírva, pecséttel ellátva. Majd tegnap, miután megvádoltak, hogy én hazugságokat terjesztek, közé került egy ilyen szakvélemény. Erre hivatkoznak erre a véleményre. Nincs iktatószám. Nem tudjuk, hogy ki az, aki készítette. Nem tudjuk, kinek készítették. Ugye látják azért, ez vicces. Csak azért nem mondhatjuk, hogy vicces, mert egy beteg meghalt. És még az sem vállalta a nevét, mert az is ki van húzva, aki készítette. Következő írásbeli kérdésünk a feljelentés mellett, hogy mennyibe került ez nekünk. Ez a szakvéleménynek az elkészítése. Mert úgy látszik azért a hetekben azt láthatjuk, hogy semmit nem adnak ingyen a Orbán kormány részéről, és felháborítónak tartjuk azt, hogy Gulyás miniszter és az Orbán kormány ennyiben veszi azt a vizsgálati anyagot, meg azt a tényt, hogy egy beteg elhalálozik, és nem hajlandóak a körülményeit kivizsgálni, és nem hajlandóak azokat a dokumentációkat a részünkre eljuttatni, amit törvény szerint előírnak nekik. Én azt gondolom, hogy. Tovább fogjuk folytatni a vizsgálatot, további kérdéseket fogunk feltenni, és természetesen a feljelentés el van készítve. Én nem, én nem Gulyás Gergely vagyok, meg minisztérium, hogy ígérgetem, hanem mi meg is tesszük a feljelentést a magam részéről és a Magyar Szocialista Párt részéről. Ha a témával kapcsolatban van még kérdésük, akkor nagyon szívesen válaszolok rám.